Ez már egy hagyományosnak nevezhető rendezvény, mert néhány évvel ezelőtt megrendeztük a forradalmat. Az október 23-ával szerettük volna, és a grillezéssel összekötni ezt a mai napot. Hogy azt szeretnénk meghirdetni, hogy forradalmasítjuk a grillezést, és az otthonunkban, a teraszunkon, bármikor az év bármely napján grillezhetünk, és rengeteg eszköz áll erre a rendelkezésünkre. Nagyon élvezzük az itt létet, nagyon kedvesek itt az emberek, nagyon finom ételek vannak, nagyon szuperul érezzük magunkat. Úgy gondolom, hogy minél több emberhez el kéne, hogy jusson, hogy megismerjék ezeket a szuperkészülékeket, mert nem csak a gáztűzhelyből áll a világ szerintem. Na nézzük akkor, hogy mik vannak, mert különböző technológiákat vonultattok ugye föl itt a különböző márkákat bemutatva, amelyeket ugye ti forgalmaztok. Ugye a Spátrend egyik élharcosát, a Brawl Kingből, az Imperiát van szerencsém ma használni. Ezen készítünk ugye olyan ételeket, ami kívánság az volt, hogy bármikor otthon is el tudja készíteni. Úgyhogy azokat a technológiákat mutatom be, amivel könnyen és ügyesen el tudják otthon is készíteni. Kétféle burgert készítünk, az egyik egy hagyományosabb, klasszikusabb marhahús pogácsával, érlelt marhahúsból készülő, illetve azoknak is kedveskedünk, akik nem feltétlen húspártiak. Leginkább az argentin úrnak a képességeit tudnám nagyon-nagyon dicsérni. Következő állomás, itt középen a Rubennek, azaz ismertebb nevén a Meat Kurátornak a standja. Rubennek a története az egyébként, hogy ő néhány nappal ezelőtt hallott a rendezvényünkről, és fölhívott minket Izraelből, egyébként egy argentin séf, és Izraelből fölhívott, hogy berugrana és segít nekünk a mai rendezvényen, úgyhogy eljött. Egyébként ő egy 550 ezer követővel rendelkező, nagyon híres séf, akit az Instán követnek, ő a grillezésnek a mestere. I'm working with Brawl King, who is one of the best grills in the world, if not the best grill in the world. I'm working with them for already like 6 years as their brand ambassador. Roland, he's the distributor of Brawl King here in Hungary. We decided, let's do this, let's try to make something serious about grilling and try to get Hungary into the grilling game and increase the amount of meat grilling that they're doing here, because education is missing in the market, and I'm here to help. I prepared here two beautiful salmon fillets. We made them with honey and some citrus infusion. We have ribs in the smoker. The brisket is almost ready. We're going to get it out in about 30 minutes. And we got a lot of steaks also. So everybody, I'm waiting for you. Come and eat something good. A marha szegy már elkészült, hamarosan megkóstoljuk, de megnézzük, hogy hol készült és hogyan, milyen technológiával, mert hogy ebben a Brawl King speciális füstölőben még azért vannak mindenféle finom húsok. Mai napnak az egyik sztárja rejtőzik, a Brawl King pellet, a pellet smoker, amiben a lassú sütésű dolgok készülnek. Belenézünk, akkor ebben van az a sertésbord, amit elkezdtünk ebbi egy másfél évvel ezelőtt készíteni, és ez még nagyjából 2-3 óra, mire végső állapotába kerül. A pellet az egy ilyen összepréselt fa őrlemény, ami itt van most a kezemben. Ez igazából egy automatikus smoker, amit magára tudunk hagyni, és mivel a hőmérséklet szabályozás az egy állandó hőmérséklet mérés és egy ventilátor plusz egy csigának a kapcsolatából, vagy ennek az összhangjából épül föl, itt megtöltjük ezt a teret pellettel, a csigával adagoljuk hozzá a töltőanyagot, illetve a tüzelőanyagot. Igazi, normál, finom fafüstje van, ki lehet választani az aromáját. Ha valaki egy nagyon kényelmes, nagyon stabil, kiszámítható smokert szeretne, akkor a Brawl King pellet szerintem az egyik legjobb választás. Marhahús szerelmes vagyok. We have here a 7.5 kilogram brisket that we put in the smoker yesterday afternoon. So it's almost 24 hours cooking. We put on it some mustard and then some salt, pepper and garlic powder. And we took the brisket as is, mustard and seasoning, and put it in the smoker at 100 Celsius. This is a super impressive place. The spas, the grills, the saunas, the pergolas, everything is very impressive, very high end. And Spatrend, really, I'm speechless. It looks amazing, high quality, and
I want to take a jacuzzi, I just can't put it in my suitcase, so that's my problem. Én Ofirt használok szokás szerint, az az egyik nagy kedvencem, és ma kipróbáljuk a kemencét, amiben egy jussajtos fokáccsát készítek, és klasszikus cigány pecsenye. És azért ugye észreveszed, hogy a forradalmi, akkor fehér jutúra, piros paprika és zöld petrezselyem. Megmutatom addig ezt a kis Ofirt, mert hogy ezen készült az a finomság, amit a Botond az előbb bemutatott nekünk. Az Ofir egy holland sütőeszköz, ami hát nagyjából 10 évvel ezelőtt találtak ki, nem volt nehéz kitalálni, egyébként nagyon, nagyon egyszerű forma, egy rozsdás korténacélból készült, céllal rozsdás, azért, hogy ne rozsdásodjon tovább, meg hogy egy dizájntár legyen az udvaron, egy acél grill, és a tetején van egy nagyjából 2 cm vastag vaslap, aminek a felületén lehet sütni, grillrácson lehet sütni, és az utóbbi időben találtak ki hozzá egy pizza kemencét, amin pizzát, focaccsát, kenyeret vagy bármit el lehet készíteni egy zárt térben. Volt szerencsém Kamado Joe-t venni, azzal szoktam otthon sütögetni. Nagyon könnyű használni, jó minőségi faszanet kell venni, azt is itt szoktam vásárolni, és könnyű tisztán tartani, gyakorlatilag fél óra alatt készen vagyok a takarítással. A Kamado az kemencécskét jelent japánul, ez egy több ezer éves múltra visszatekintő beltérinek indult sütőeszköz. Bastard az egy holland kamadó, az Ofir és a Bastard egy közös vállalkozás, egy esernyő brand alatt fut, ezért kezdtünk el az utóbbi időben a Bastarddal foglalkozni, egyébként egy nagyon innovatív termék, rengeteg kiegészítővel is, nézzük, hogy mi sül rajta. Na nézzük, ezek különféle csirke alkatrészek, ha jól látom. Üdvözöllek titeket! Valóban én egy kicsit az ázsiai stílust választottam a mai napra ezekkel a csirkeszárnyakkal, illetve csináltam hozzá egy kis tojásos rizst, illetve a másikban, a Master Beardben pedig egy pork bellyt készítek. Ő egy barbecue technológiás megoldás, most egy kis cseresznyefa füstjével még megbolondítottam ezt az egészet, hát ő neki kell még egy óra másfél, és utána őt is egy ilyen mézes, édes ízvilágba fogom majd becsempészni, és menet közben egy kis alma szájderrel szoktam locsolgatni annak érdekében, hogy szaftos maradjon. A Master Build egy gravitációs elven működő smoker, és ha kinyitjuk itt a tetejét, most nem nyitok ki, mert kijön a füst. Egyébként ez van megtöltve faszénnel, és gravitációs elven a faszén szépen lassan ülepedik le az aljára, és egy légbefúvó, igazából egy ventilátor szabályozza a hőmérsékletét, vagy igen, szabályozza az égésnek az intenzitását, és ezen a kijelzőn pedig követhető és tűpontosan beállítható, hogy milyen hőfokot szeretnénk ebben a grillben. Úgyhogy gyakorlatilag ez egy olyan smoker, ami faszénnel működik, és tökéletesen szabályozható, még jobban, mint egy gázgrillen a hőmérséklet, és olyan airflow van benne, amitől gyakorlatilag úgy dolgozhatunk rajta, mint egy offset smokeren, csak magára lehet hagyni. Nagyon jó, nagyon klassz, szuper a hangulat is. Kóstolgattunk már, a pizza az nagyon finom. Az Alfa Forni az egyik leghagyományosabb domestic, vagyis otthoni pizzasütő készítő cég. Nagyon forradalmi technológiájuk van az otthoni pizzasütésre. Pillanatok alatt fölfűt 450-500 fokra a sütő, és utána használhatjuk, mint egy normál épített kemencét nagyon jó hőfokon. Now, basically, we had the idea to introduce a small compact oven for every kind of apartments, every kind of families, because we want to give the opportunity to offer a very compact oven in every kind of space, so that everybody can enjoy basically on the balconies, on the terraces, but even on the park, brimming with them. In 90 seconds, the pizza is ready to be baked, and there is very limited consumption of gas. Hú, nem először vagyok itt, az biztos. Nem is emlékszem, hogy mikor kezdődött ez a barátság a Rolival. Az én kertemben körülbelül 5 éve van egy ilyen fantasztikus pizzasütőm. Ez a fatüzelésű quattro pizza, vagyis elméletileg 4 családi pizzára való pizzasütő, de ebben mi valójában csak egyet sütünk, vagy legfeljebb 2 egyszerre. És a Mák Tamás, a Pomodoro szakácsa, illetve pizza jólója. Éppen most készít benne egy igazi nápolyi pizzát, ami úgy tűnik, hogy nagyon szépen sikerül. A végén meg kell emelni, hogy ne égjen meg az alja, és nem sokára akkor meg is fogjuk kóstolni, hogy milyen pizza készül benne.
gyönyörű lett. Ilyen egy igazi nápolyi pizza. Elmozdítható kemencéről van szó, fatüzelési kemencéről, de lehet gáz is, és gyönyörűen meg tudja sütni a pizzát, eléri azokat a bizonyos hőmérsékletek, ami a pizzára szüksége. Szóval fantasztikus, működik. Na, una bella pizza italiana, insomma, dai. De lehet másra is, lazányéra lehet sütni benne. Amit szeretünk végül is, a tűz és a hő kellenek arra, és az idő arra, hogy elkészüljön bármit egy kemencében. Emberileg nagyon-nagyon kedvesek, segítőkészek, nagyon-nagyon jó minőségű dolgokat árulnak, úgyhogy én maximálisan elégedett vagyok velük. Mi itt a Thermomix minikonyha képviseletében vagyunk itt, és ez egy nagyon sok, tehát 18 funkciós kis minikonyha, aminek az a különlegessége, hogy még a nagyon kezdő háziasszonyból is válhat profi Michelin csillagos séf. Ez egy német minőségű mini konyha, és nagyon-nagyon sok konyhai gépet tud egy szemében helyettesíteni, ugyanis kever, főz, darál, lehet vele krémesíteni, sőt még karamellt is lehet vele készíteni, szuvidál, fermentál, úgyhogy nagyon-nagyon hasznos. Nagyon sok mindent láttunk, nagyon-nagyon szép dolgok vannak, és bort is kóstoltunk, az is nagyon finom volt, vásároltunk is belőle. Itt speciális borokkal találkozhattok most ezen a rendezvényen. Egyrészt vannak vegán bioboraim, amiknek garantáltan alacsony a hisztamin tartalma, ami nagyon különleges. Ki vezetni szeretne, azoknak pedig tudom ajánlani a vegán alkoholmentes boraimat. Most már ettünk, ittunk minden, a végén kis jó sörrel jól lenne leöblíteni. Alapvetően ugye úgy jellemeznénk magunkat, hogy kis üzem vagyunk. Amiben különbözik, hogy sokkal nagyobb a mozgásterünk, sokkal többet tudunk kísérletezni. 1000-2000-4000-es tartályaink vannak, és így gyakorlatilag nagyon sokféle ízvilágot tudunk kipróbálni. Itt van egy ilyen kapcsolat a barbecue és a grill és a sörfőzés közt, hogy azt, amit szeretnénk elérni ízekben, mondjuk az ételben, egy főzésnél, az ugyanígy a sörökben is meg tudjon jelenni. Mi egyszer használatos műanyagok kiváltására terveztünk, fejlesztettünk termékeket. Ezek tulajdonképpen sült tészta poharak, tányérok, amik teljesen növényi alapúak, lebomlóak, komposztálhatóak, mindenfajta adalék anyagtól mentesek, akár meg is lehet őket enni. Espresszó, igen. És már indul is a kar. A csodálatos, a poharat pedig majd elrágcsálom, igyék, hogy fogyasztható, megpróbálom egyébként. Kiemelten jó a közönség, nagyon-nagyon sokan eljöttek, és a legfontosabb, hogy nagyon érdeklődőek. Úgy látom, hogy egyre jobban nyílik az olló, és egyre többen érdeklődnek a kültéri gasztronómia iránt, és ez fantasztikus dolog, mert kültérben sütni az év 360 napján mindig lehet. Családias hozzáállás, jó légkör, minőségi áruk. Fantasztikusnak mondanám.